Nem először vagytok itt. Van-e valami különbség az évek alatt? Vezet-e valahova fejlődés ebben a versünnepben? Mindenképpen. Mindegyik alkalom egy külön hangulat, külön témakör köré csoportosul tulajdonképpen. Ezért újabb és újabb feladatokat kapunk. Nekünk azért is izgalmas ez végigkísérni a versünnepnek a kiírását, mert olyan költőkre hívják fel a figyelmet, vagy olyan eseményekre, akár egy jubileumi, vagy fontosabb a magyarság, vagy egy költőnek az életében egy történet, amivel érdemes és kell is foglalkozni. Ebben az évben az 56-os események voltak középpontban, illetve olyan klasszikus költők, akiket talán már elfelejtettünk, ami feldolgozásunk az Babits Mihályra esett, a Turáni indulóval neveztünk. Mit jelent a versünnepen énekelni, legelsőként, rögtön kezdődik? Elsőként is egy hatalmas nagy megtisztelés volt, hogy ezzel a hatalmas nagy lendülettel, amint Turán indulót mi megformáltuk, ezzel az volt a célunk, hogy megtörjük a turáni átkot, szóval a magyaroknak legyen egy összetartó ereje, és én úgy éreztem, hogy ez sikerült megteremteni, hogy összerázottunk ebbe. Mi vagyunk a rónajáró, soha napjáró, légfiai röpkerárók, messze mezőn szerte szállók.